Szeretném egy kis rövid összefoglalást bemutatni a családoknak, hogy azért tanultak is valamit itt a gyerekek. Úgyhogy szeretném, hogyha jelentkeznétek, hogy tudja a választ arra, hogy mit nem szabadott enni Dánielnek és barátainak. Mit nem Dánielnek és barátainak. Mit nem szabadott enni? Luca? A disznóhús. A disznóhús nem szabad, és akkor mit tehettek, és milyenek lettek tőle? Ne Luca mindig, barátság. Zöldséget ettek? És milyen lett tőlük a egészséges, fényes bőrű? Kicsak? Nagyon jó! Emlékszik-e valaki az első aranymondásra, hogy hétfőn, de mondjuk akár mondhatjuk is közösen, Ibolyani tudja, mondhatjuk közösen, segítek, bölcsé teszlek és megtanítalak téged az útra, amelyen jel. Hogyan mentette meg Dániel a csillagászokat, meg a mágusokat a haláltól? Hogyan mentette meg Dániel a csillagászokat és a mágusokat a haláltól? Na, tudja? Luca tudja, de Luca nem szólhat többet. Valaki? Mit csinált? Mondja meg! Hát így van, kérdezi. Megfejtette a király álmát. Mi volt az aranymondás, amit akkor tanultunk? Az volt, hogy változtatok annak a városnak a jólétét, ahová fogságba vitettelek titeket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak a jólététől függött a jólétetek. A Dániel és barátai, bocsánat, Dániel barátait is megmentette Isten a forróságtól, a forrós ütőből, ugye? Kemencéből, igen, bocsánat, kérlek, nem sütőből, hanem kemencéből. És mi volt akkor az aranymondás? Erőm és pajzsom az Úr, benne vízik szívem, ő megsegített ezért vidám a szívem, és énekelve adom hálát. Nekem ez volt a pokét. De nem vagy, mit mi voltak, hogy köszönöm szépen. A következő történetnél Dániel hányszor imádkozott, amiután mielőtt hát beárulták. Juli? Háromszor. Reggel? Meg? Reggel, és este. Este. Beárulták, és utána a cicák vermébe dobták, ugye? Oroszlán. Oroszlán. A cicák Okay. És hogyan mentette ki Isten, úgy mentette ki, hogy ítélkedte az oroszlának bajszát? Küldött egy angyalat, hogy becsukta az oroszlának száját. A kicsiknek volt egy aranymondás, amit megtanultak akkor, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, és a nagyoknak, az iskolásoknak pedig talán ez volt, Ibolyani? A kicsik a legnagyobbak ezt tanulták, szüntelni, imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata, és Krisztus által a ti javatokat. Kiről tanultuk az utolsó napon? Kiről tanultuk az utolsó napon? Ez már nagyon közel, Juli? Nem? Nem? Valaki? Zoli, be is volt, hát tudod? Kinga? A jó és a gonosz szolgáról volt egy aranymondásom, abban telik kedvem, Istenem, hogy akaratot teljesítsen, törvényed szíven. Az igeidet is a készüljük életre. Thank you.
tenné vár a családjukról, szívűt tenné vár esetleg más helyen az életben. Mert nagyon nehéz a hűséget engedni. Ugye a görög szó, ami a hűséget kifejezi, ugyanaz, mint amely hitet fejezi ki. És akkor beszéltünk arra, hogy hogyan váltak az emberek hitetlenné, hit nélkülivé, csak nézzék körbe a világban. És azt gondolom, hogy akkor a hűségről beszélünk, akkor ez egy nagyon fontos ige, amit felolvasunk, vagy amit kirakunk ide. A Jelenések könyvéből csak az első felét írtam, hogy ebben légy hű, mint halál. Az egyik életünk, ami majd mindjárt az érintés után egyetünk erről szól, hogy légy hű, mint halál, Isten kért meg erre. De mit jelent ez a hűség? Hogyan tudom megélni? Talán úgy, hogyha megpróbálom az isteni hűséget megpillantani, rá döbbenni arra, hogy milyen az isteni hűség. És azt tapasztaljuk, hogy az Isten hűsége tökéletes hűség. Tehát ha az Isten bűséges tartényez, ez tökéletesen megvalósul. Az ígéretei, amit megmondott profétákon keresztül üzenet az embernek, azok biztosak és szikraszilárdak, és nem inognak meg soha. Ha valaki az Isten ígéreteire építi az életét, átéli, hogy ez igazságos. Arra lehet egy egész életet építeni, és az nem omlik össze. Természetesen nem a látszat ráépülésről gondolok, amikor valaki úgy tűnik, hogy hatalmas hittel rendelkezik, és jön egy kis próbatétel, és összeesik az egész, hanem amikor valaki tényleg teljes mértékben ráhagyatkozik az Isten. Amúgy a hit, az a szó, amit ezt kifejezi, azt is jelenti, hogy teljes ráhagyatkozás. A teljes oda szállás és ráhagyatkozás. Az Isten soha nem azt mondja. És nem mondja vissza azt, amit gondolok. Ez is a hűségét jelenti. Mi hányszor vagyunk ilyenek, hogy pici azok, hogy nem vagyok. Vagy mondtam valamit, de az már nem érvényes, az Isten hűsége kifejeződik ebben, hogy soha nem hazudik. És a hűsége abban is megnyilván, hogy ő nem változik meg. Az Isten hűsége nem változik meg. Van egy bibliai ige, ami azt mondja, hogy mi hűtlenek vagyunk hozzá, ő akkor is hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. És amikor az Isten emberré lesz Jézus Krisztusban, akkor felmutatja ennek a hűségnek az emberi dimenzióját, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani. Hiszen Jézus Krisztusnak mindenben igaza volt, beteljesítette a proféciákat, az írást, és elvégezte azt a feladatot, amiért Isten küldött. Ahogyan mondja is egy helyen az ige, hogy hűséges volt, mint halál. Kitartott Isten mellett, egészen a keresztpályán. A hit és a hűség azt a készséget jelenti, hogy kész vagyok áldozatot hozni az általam felismert igazságért, vagy személyért. És Jézus Krisztus a földi életében ilyen volt. Kész volt áldozatot hozni az igazságért, kész volt áldozatot hozni azokért a személyekért, akiknek fontosak voltak. Te érted és én. Tökéletes és imádtam volt, és hű volt az Atyához. És arról beszélgetünk ezen a héten például, hogy a hűség azt jelenti, hogy hű az az ember, aki Isten igényéhez ragaszkodik. Hű, ha Isten igényéhez ragaszkodik. Vagy hű vagy Istenhez, hogyha figyelsz másokra. Ez volt például a második tannak a beszélgondolata. Vagy azért volt egy olyan hűha is. Ugye mondtam, hogy ez nem az a hűha a távol témája. Hűha, de egy ilyen téma is volt. Hűha, Isten mindig velem van. Ugye megtapasztalták a fiúk a tüzes kemencébe. Vagy a hűség kifejeződik abban, ha imádságban ragaszkodsz Istenhez. Ahogyan Dániel azt mondta, hogy én nem imádom a szobrot, én csak Istenhez imádkozom. És a legutolsó pedig az okos szolgák történet arról szól, hogy hű vagy, ha teszed, amit Isten mondott. Arra hívott ez a hét, és arra hívott ez a mai rövid igei gondolat, hogy légy hű. De nem néhány évvel, vagy erre az öt napra mondta is, hogy légy hű, hanem azt kérdezi, mint halál. Ha egyszer nem indulsz, akkor tarts ki egészen a végig. Ez nagyon nehéz, de erre kérünk. Miért van az, hogy csak egy focisapathoz tudunk lenni hűséges egész életünkben? Állítólag egy igazi vérbeli Ferencváros rajongó, akkor is Ferencváros rajongó volt, amikor visszarakták az NB3-ban. Vagy akkor is Barcelona szurkolt, hogy a Real Madridról eladja a világot. De miért csak egy fontosabbat tudunk is segíteni? Vagy miért csak egy könnyűzenei együttes iránti rajongásunk az, ami ki
szentekre, meg az újabb, de nagyobb összeállásokra, mert hát az volt az igaz. És nem akarok én is elmegyek. Vagy miért van az, hogy többé-kevésbé a társaink, a feleségi férjünk irány tudunk hűségesek maradni? És miért van az, hogy Isten elmegy? Isten erre kér, hogy hozzá lépjünk, mint a lányok, és azt elindulsz ezen az úton, akkor meg fogod tapasztalni az Istenhez való hűséget, kiragyog a kapcsolataival is. Akkor meg tudod valósítani, hogy elhordozod a másikat, akkor is, amikor éppen nagyon haragszol rám. Hogy meg tudod bocsátani neki akkor is, amikor az elevenetre tapintod. És ki tudsz tartani mellette, ki tudsz tartani amellett a hűségfogadalom mellett, amit néhány évvel vagy évtizeddel ezelőtt tettél neki. Hozzá hű leszek, vele megerészek, vele szentülök. Azt mondja az Isten, hogy ha hozzá hű leszel, ha kitartasz mellé, akkor tudsz elmondani az imádkozni. Köszönjük Istenünk az egész tanításodat. Köszönjük, hogy feladattal bízol meg bennünket, hogy képesnek tartasz és képessé teszel annak elvégzését. A kitartást és a hűséget, hogy hozzá méltóan végezzük azt, amit ránk bíztál. Adj erőt, amikor elfáradunk, adj reményt, amikor elcsüggedünk. Segíts minket áldással lenni, gyermekeink számára, őket pedig tedd áldással, másokért.